Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a téli elvonulás résztvevőit. Megköszönöm Péter bevezetőjét. Halálosan komoly volt, és nagyon tréfás egyszerre. Azt hiszem, hogy nagyon kevés kultúra ad közvetlen rátekintést az élet és a halál miben létére. Általában elfedjük ezt a kérdést. Elfedjük, mert ahogy hallottad, félhetünk akár az élettől, akár a haláltól. A félelem az félelem, az távolít. Amikor pedig a szembenézés elkövetkezik, minél hamarabb, ahogy érett vagy rá, annál többet tudsz ebből az életből kihozni. A zen tehát az élet és halál nagy munkájának a lehetősége, egy út, amelyen járhatunk, és segíthetjük egymást. De utána, hogy meghaladtad az életet és a halált akármilyen mértékben, utána észre kell venned, hogy élsz. És ezt az életet, ezt az avatárt érdemes újra rakni, újra alakítani, ha kell, teljesen újra teremteni, mindazon belátás függvényében, ami a tiéd lett. A meghaladó bölcsesség nem űrutazás. Egy olyan látás, amelyért nagyon meg kell fizetni, mert az illúzióid és a hamis önképeid az ár, amit le kell tenni a pillanat asztalára. És ha nem teszed le, akkor csak formabuddhista vagy. Kéreg zengyakorló. A felszín udvarias képviselője. És nem nyílik meg a mélység, nem jönnek elő a fájdalmak, nincs meg az őszinte ember, és nincs meg a tisztánlátás. De valamit elmondhattál magadról. Ha pedig megvan, akkor a meghaladó bölcsesség minden forma mulandóságát, teremtettségét és eredeti tulajdonságok nélküliségét bemutatja. Ekkor tudod újra alakítani magad. Ha belátod, hogy te ugyan itt, ebben a formádban, test és lélek kapcsolatában jelen vagy, de tólig, születéstől halálig. Az avatárodnak van kezdete és vége, igazi önvalódnak nincs kezdete és vége. Úgyhogy elérkezett a kérdések ideje, mert a kérdés kinyitja a tudatodat, tehát hogyha fel tudsz tenni, vagy felmersz tenni egy kérdést, akkor arra kinyílsz, mert arra kíváncsi vagy. Ennyiben váltál taníthatóvá. Ha engeded, hogy az egész elmenjen jó magasan a fejed fölött, akkor nem váltál taníthatóvá, mert csak végigülted. Az életet csak végig kell csinálni? Csak végig kell tolni? Vagy esetleg valami többről is szó van, mint puszta érzékszervi, anyagi lét? Itt a lehetőség. Kinek van kérdése? Mit tehetek akkor, hogyha a karmám a tanítás és közém áll? Tehát ugye az történt, hogy most nem tudok tőled tanulni, mert ilyen karmám van, és mit tehetek? Tehát elsőre azt gondoltam, hogy elmegyek, és soha többet nem jövök ide-vissza. Te, az milyen eltökéltség. Ugye? Csak ugye három dologtól féltem, tehát az egyik, hogy nem lehet teljesen visszazárni a szellemet a palackba szerintem, tehát ez már meg nem történté tenni. A másik az, hogy akkor, ha hiszem a tanításaidat, akkor a következő életeimben ugyanezt újra és még rosszabban fogom csinálni, illetve a gyerekeimre való tekintettel is szeretném tisztítani a tudatomat valahogy. Vagy akkor... a karmától tanulsz, vagy tőlem. Döntsd el. De ha csak tudom... a karmától tanulsz, akkor egyik tanítótól sem tudsz tanulni. Ha pedig akár egyetlen tanítótól is 100%-ig éntelenül tudsz tanulni, akkor előbb-utóbb a karmád is tanítómesterré lesz. Onnan tudod, hogy csak a karmától tanulsz, hogy torkon ragad és folytogat. És lenyom a víz alá, és addig, amíg bugyborékoz, és még utána is. Ha egy mestertől tanulsz, akkor a karmád egy kicsikét kezesebb fenevaddá válik, végre tudsz rajta lovagolni.
és elkezd a karmád téged szolgálni. Amíg nincs egy jó tanítód, addig te szolgálod a karmádat. És azt hiszed, hogy a tanítóban van a hiba. Az nem tud engem tanítani. Az a rossz. Azzal van a baj. És el kell döntened, hogy elhiszed az illúziókat, vagy sem. Hogy valóságnak akarod-e látni az illúziókat, vagy sem? Illúziók a tapasztalataim. Tehát azokat illúziónak... Milyen színű az ég? Kék. Most fekete. Az ég mindig kék. Ja. Éjszaka van, és nem látod. Igen. Tessék, itt kezdődik, hogy a gondolkodást behelyettesítjük a valóság helyére. Tehát ha azt akarod, hogy a gondolataiddal foglalkozz állandóan, előbb-utóbb egy illúzió rétegben vagy. Hogyha törlöd a gondolkodást, és egy tiszta pillanatban jól látsz, jól hallasz, akkor elkezdesz ténylegesen tanulni. Nem a mester személyétől kell tanulni, hanem azt a tanítást érdemes elsajátítani, amelyet a mester személye közvetít. Nem a mestert kell követni, hanem azt az utat, amelyet ő is követ. Már csak akkor, hogyha az irány szimpatikus, mert ha nem, akkor egy másik büfébe kell lehorgonyozni. Jó? Nyugodtan tanulj a karmától, senki sem köt ide. Mennyi szenvedést szeretnél, döntsd el? Nem szeretnék többet. Akkor ne ide gyere, mert itt több lesz. Tudom. Itt több lesz. De legalább tudod használni. Azért nem lesz sohasem tömegvallás ez a történet, mert annyira kendőzetlenül, legyengítés nélkül, rendszer és szimbolika nélkül látod a karmádat, hogyha nem kezdesz el tőle tanulni, akkor zokogva vagy üvöltve rohansz el innen. Ez az elnés, ezért szoktuk ezt felnőtt műfajnak hívni. Egyre több szenvedést látsz. Ez nem kérdés azoknak, akik akár egy hétvégét, vagy uram, bocsánat, egy 90 napost végültek. De a szenvedéshez való viszony gyökeresen megváltozik. És ha ezt nem gyakorlod, akkor csak elbújtál. Elbújhatsz ilyen ruhába is, elbújhatsz olyanba, te sem mindegy, milyen ruhába, de az arcod nem az eredeti arcod. Mert nem látod a valóságot úgy, ahogy van, sem kívül, sem belül, sőt, attól aztán nagyon óckodunk, hogy a külső és a belső egyé váljék, mert attól aztán mindennek vége. Nincs egókéreg, nincs fal. Hol vagyok én? Te már akkor sem voltál, amikor az én képet kialakult. Úgy, ahogy azt te hiszed, úgy te nem létezel. És ahogy szeretnéd hinni, úgy meg sose fogsz. Tehát igen, több szenvedést fogsz látni, többet fogsz belőle tanulni, hamarabb fogsz leválasztódni arról, amihez ragaszkodni sem érdemes, de mégis megtesszük, és életeken keresztül megtesszük, és nyomjuk. Nyomjuk a narratívát, hát ha valaki elhiszi, hát ha megsajnál valaki minket, mert mi vagyunk a legszerencsétlenebbek. Vagy csodál minket, mert mi vagyunk a legcsodálatosabbak. Úgyhogy teljesen mindegy, hogy azt hiszed, hogy jó helyen vagy-e, vagy rossz helyen. Csinálod, vagy sem? Mert előbb-utóbb elérsz oda, hogy félre kell tenni a véleményeket, és csinálni kell. De hogy ezt hol és milyen körülmények között, és hány év után, azt én nem tudom neked megmondani. Most viszont örülök, hogy itt vagy. Kérdezhetek még egyet? Biztos? Igen. Nem lesz sok? Nem. Jól van, mondjad. Azt szeretném kérdezni, hogy van-e összefüggés a közt, hogy az időskori agylágyulás, Alzheimer, Parkinson, tehát több idősebb rokonom ilyen betegségben szenvedett, és nem látok, tehát teljesen mindegy, hogy ilyen okos volt, olyan okos volt, ilyen tanult volt, olyan tanult volt. Vajon ha tisztítom a tudatomat, próbálok tisztább tudatot elérni, akkor kisebb eséllyel fogom ezeket? Igen. Mert én úgy érzem, hogy talán ezzel lehet. Igen, kisebb eséllyel fogod ezt tapasztalni. Magam. És én itt meg is álltam, mert ezentúl orvos, terapeuta és nagymester legyen a talpán, aki bármit általános érvénnyel hitelesen tudna mondani. Túl sok ilyet láttam ahhoz három kontinensen, hogy általános okokra ez visszavezethető legyen.
szűk családi körtök kezdve egészen a koreai szeretett otthonig és a malajziai elfekvőig, és a koreai Szűz Mária kórház utolsó végstádiumos rákos betegosztályáig nagyon sok minden szerencsére a szemem elé került, nincs általános recept. Az van, hogy minél tovább törekszel a tiszta tudat megtartására, annál tovább lesz tiszta tudatod, pont. És innentől kezdve a karmád valamikor bekapcsol. Nem mindegy, hogy eléred-e igazi önvalódat azelőtt, hogy az intellektus rétegei lefűződnek az avatárodról, és elköszönnek a szenilitás mocsarában. Addig használd az értelmed, amíg van, mert utána már nem tudod. Ki is vagy te? Na, itt kezdődik. Egyéb kérdés? Tessék itt. Nekem a kérdésről van kérdésem. Ha szeretnék föltenni egy kérdést, megfogalmazom magamban, de már egyből jön rá egy válasz, és valahogy kioldódik, hogy megkérdezzem. Nem tudom, hogy hogy tegyem föl a kérdést, hogy nem tudom megfogalmazni a kérdést. Nem tudod? Nem. Akkor én is felteszek neked egy kérdést, amit én nem tudok. Miért van szinte tökéletesen golyóformára esztergált alakú fejed? Ugyanilyen derűvel kell tudomásul venned a saját intellektusodnak a párbeszédeit. Ezt úgy hívják, hogy belső fecsegés. Semmi köze nincs a valós kérdés válaszhoz, csak elszórakoztatjuk magunkat, mint ahogy mi egymást, meg most a közönséget. Mindenki nevetett. De használati értéke ennek a kérdés válasznak nincs. Na most, amikor meglátod, hogy csak szórakoztatod magadat, akkor tényleg fölteszel egy kérdést annak, aki nem te vagy. Miért? Mert a magadtól kapott választ azt már tudod. Az megvan. De amit egy másik embertől kapsz, vagy egy fától, vagy az égtől, azt még nem tudod. Tehát tulajdonképpen magamnak teszem fel a kérdést mindig, hogy szórakoztassam magam? Hát eleinte igen, aztán, hogyha tényleg felnőtt vagy, akkor ráunsz és leszoksz róla. Neked is lehetnek fejlődési ugrásaid. Bizakodom. Én is. Bizakodom. Én élő példában látom, hogy lehet. Igen. Pár havonta ugorhatsz. Igen, igen. Tudod? Jó? Jó. És akkor másnak tegyem fel a kérdést. Igen, magamban. Itt a lehetőség, hogyha van tényleg, akkor látod. Hát jó, végül is tapasztalatot tudnék megosztani, kérdésem most nincs. Akkor majd, amikor köszönöm. Lesz, szóljál bizalommal, helyes. Tessék. Honnan tudhatjuk, hogy igazi önvalónknak nincs kezdete és vége? Mert ha lenne, akkor nem lenne az igazi önvalónk. Nincs véd. Az a logika, amit 2500 éven keresztül és talán még előtte felhalmoztak a nagyszerű bölcsek, az már az intellektus szintjén megmutat egy jó pár dolgot. Nézd meg a Szívszútrát, hogyha valamit teremtett, akkor az nem a teremtő. Ha valamit teremtett, annak vannak tulajdonságai, kezdete és vége, születése és halála. Ha valami a teremtő és nem teremtett, annak nincs kezdete, nincs vége, nincs élete és nincs halála, és nincsenek tulajdonságai. De mindez a lehetőség szintjén benne van. Hiszen másképp nem tudna teremteni. Tehát maga a logika, ami egy eléggé, hogy mondjam, bicikli a rakétához képest, amikor zenről van szó, maga a logika az teljesen ilyen kis gyermekgügyögés az intuíció sugalmazásához képest. Érted? Úgyhogy a gondolat erre gombot tud varni, amíg a konklúziók is cumiát az ember a szájába veszi, és így ízlelgeti. Tudok valamit. Aztán egyszer csak rájön, hogy ez nem ő. Tehát akár tud, akár nem tud, ő ugyanaz marad, mint hogy a tükör is ugyanaz, akár van tárgya, akár nincs. Úgyhogy nem tudjuk. De mivel ez a nem tudható, tapasztalható, ezért elnevezhetjük akár önvalónak is.
De eredetileg ő nem mondja azt, hogy én Swabhava vagyok, vagy Anatma Brahman vagyok, vagy valamilyen istenség, istenkép, vagy Isten hiánya és istenkép nélküliség vagyok. Ez mind az intellektus hánytorgása, hogy meghatározzon valamit úgy fogalmilag, amit nem lehet. És a zene ezért nagyon becsületes, mert mihelyt kifogytunk a szavakból, jön az ütés. És akkor tapasztalod ezt. Mert amikor nem gondolkodsz, akkor egy pillanatra egyé válsz, és két gondolat között eltűnik a te avatárod vagy önképed. Úgyhogy az önvalóhoz nem tudható. De ha kellően gyakorolsz, akkor tapasztalható. És ezért nagyon egyszerű és világos ez a tan, mert nem próbáljuk meg kifejezni azt verbálisan, amit nem lehet. De minden, ami név és forma, ami keletkezik, marad és megszűnik, aminek van bármilyen érzékelhető tulajdonsága, akár materiális érzékszervi, akár a fölötti szinten, az nem az önvaló, mert jön és megy, névvel, formával illethető, megfogalmazható, rendszerbe állítható, okozatiság szintjén leírható. Ez mind szép és jó. Ez a dharmadátú, a jelenségek világa. A törvény felfedezésének a világa. És hogyha van értelme egyáltalán az itteni létünknek, amennyire rövid és hektikus, hogy valamire ráébredhetünk ez alatt a nagyon kevés év alatt, amit itt töltünk. Na ezt a ráébredést visszük el. Más nem. Semmi mást. A halotti leplen nincs zseb. Megfigyelted? Fontos. Egyéb kérdés? Nem túl régóta mantrával gyakorlok, és küzdök vele, és azt figyeltem meg, hogy néha úgy tűnik, hogy egy picit, mint a könnyebben menne, máskor teljesen elvesztem, és mintha valahol mindig egy ilyen valami kontroll valamihez próbálnék visszatérni, hogy tudom-e figyelni ezt az egészet, és követni, és ez nem csak a mantrázás közben, hanem gyakorlatilag így szinte mindenben tetten érem, hogy elégedetlen vagyok a fenntartásával, vagy a minőségével. És próbálok visszatérni a gyakorlatomhoz. Jön az intenzív hét. Milyen tanácsod van, amivel erősíteni tudom a gyakorlatot? Minden más tanítvány esetében eloszlatnám a kételjeit, és megpróbálnám ezt az ellenőrző gondolkodást feloldani. Viszont esetedben ez nagyon használ. Legyen meg ez az erőfeszítés, hogy figyeld a mantrát, és tartsd meg, és hogy újra és újra visszatérsz a mantrához, sőt, ellenőrzöd a tudatodat, hogy megtartotta-e, és ha igen, meddig, hány versszakig sikerült. Ez neked nagyon jót tesz. Ez az erőfeszítés, ez szükséges. Úgyhogy csak így tovább. Szívesen. Egyéb kérdés? Abban segíts kérlek, hogy az akarat erőt hogy használjam helyesen. A 220 voltos áram természetét ismered? Ráz. Mikor ráz nagyobbat? Hát, hogyha 380, akkor. Mikor ráz kisebbet, ha csak 110, vagy 24, vagy 12 volt? Minél nagyobb a feszültség, a van és a nincs, az én és a más, az elérendő és az elért között, annál nagyobb az akaraterőd. Megfigyelted, hogy a világban ilyen lehetetlen helyekre születnek kisdedek? A dzsungel közepétől kezdve az afrikai sivatagokig, a teljesen kiszáradt, több ezer méter magas fennsíkokig, és mindenhova születik gyerek. És az akaratuk, mint a vas, hogy túléljék, hogy felnőjenek, hogy találjanak értelmet az életüknek, foglalkozást, párt, családot alapítson, és ugyanezt eljátszák még egy utóddal, egy generációval, vagy többel később. És akik beleszületnek ebbe az elképesztő infrastrukturális jólétbe, azért infrastrukturális vagy materiális, mert mentálisan nem az, és ezt már jól tudjuk, azért is ülünk itt. Annál jobban legyengül az akarat. A fogyasztói társadalom valójában legyengít, hogyha te nem válsz termelővé, ha nem válsz kreatívvá. Miért keressük azt az utat, amely valami módon teremtővé tehet minket? Mert ez vezet el magunk uralásáig, magunk megismerésén keresztül.
És minden jobban legyengül az akarat, annál kevésbé vagyunk erre képesek. Minél inkább létező világunk az összes lehetséges világ legjobbika, annál gyengébb az akarat. Ezért mondta Sun Tzu-zen mester, hogy a rossz helyzet valójában jó. Ez nem azt jelenti, hogy lábon kell lőnöd magadat, vagy pedig hirtelen mély szegénységbe süllyedj. Nem erről szól. Csak találj egy akkora célt, amely annyira különbözik a jelenlegi helyzetettől, hogy az akaratodat 10 000 volttal, vagy 25 kilovolttal, mint ezek a nagy távvezetékek, akkora feszültséggel süti ki, hogy te erre ráteszed az életedet, és nincs földkábel, nincs B-opció. Egyenesen bele. És akkor van akaraterőd, hogyha mered ezt az ívet meghúzni a van és a nincs, az én és a más, aki most vagyok, aki lenni szeretnék között. És végül, hogy ezt az egészet milyen erőmű hálózatra kötöd, ha ezt nem pusztán magadért csinálod, hanem legalább még egy-két lényért, vagy egy családért, vagy egy csoportért, vagy egy társadalomért, Uram, bocsá, az összes emberi lényért, akkor e mögé, az elképesztő feszültség mögé óriási energiatartalékok sorakoznak föl. Mert a tapasztalat megmutatja, hogy ebben hihetsz-e vagy sem. Tehát rettenetes mennyiségű karizmatikus ember hullott el a saját narcizmusának a szögesdrótjába akadva. Bizony. De aki tényleg másokért dolgozott, gyakorolt, segített, gyógyított és a többi, az úgy érezhette joggal, és a nagyszerű életrajzokban benne van, mint hogyha végtelen energiaforrás lenne. Mert annyi is végtelen. Úgyhogy az akaraterő nem elég. Az energiatartalom az nagyon fontos, és ez viszont az információtartalomtól is függ. Egy karma információból és energiából tevődik össze, mint minden jelenség. Ki vagy te, amikor elkezded? Ki vagy te közben? És ki vagy te, amikor befejezed? Ezt nem látod előre, csak az irányt látod. Kiért teszed? Először lehet, hogy csak magadért, utána a párodért, aztán a kutyádért, aztán a családodért, aztán a népedért, aztán lehet, hogy minden lényért. Ezek nem egyenlő bázisok, nem egyenlő energiaforrás. Egyik sem. Tehát nézd meg az önképet, nézd meg az erőfeszítést. Nézd meg az információtartalmat, nézd meg az energiatartalmat. Ha leküzdöd az akadályokat, hova jutsz? Ha leküzdöd magadat, kivé válsz? És akkor az akarat ultrapontosan lézerre be van szabályozva, és akkor haladhatsz az úton. Ezt hívják nagy hit, nagy bátorság és nagy kérdés hármas egységének. A nagy kérdés az, hogy mit akarsz. A nagy bátorság az, hogy leküzdesz minden akadályt. És a nagy hit az, ami a tapasztalatból visszajön, hogy igen, érdemes. Tehát a nagy hit az nem valami dogmatika, vagy valami doktrínának az elhitele, ahol a gondolatokat erőteljes, dörzsölő mozdulatokkal az agykérekben olyan mélyre nyomjuk, hogy a valóságnak nem marad hely. Oké? Tehát ha a tapasztalat megerősíti az erőfeszítést, akkor a hit az helyes alapokon áll. Kérdezhetek? Akár. Hogy arra gondoltam, amikor túl sok az akarat, és akkor lehet, hogy rossz szót használtam, az már nem akarat erő. Nem az erőlködés, de veled ez előfordult? Elő. Húha! Szólj, én egy kis fölös akaratot át tudok venni, én gyakran kifogyok a motivációból. Kicsit néha elcsüggedek. Jó. Néha nincs kedvem fölkelni reggelent, és akkor Eszter akarat csomagját leveszem, és a hajnal setétjében kibontom, és a fényénél új motivációt nyerek arra, hogy bejöjjek arra a hajnali harangénekre, amit nem tudom, hogy ki énekel. Ez tényleg így van? Hát, hogyha küldesz akaratcsomagot, akkor így lesz. Mostanában szenvedek. De ha nem küldök, akkor tényleg így van, hogy nincs kedved felkelni? Te még hiszel a mesékben? Egyéb kérdés? Szívesen. Szeretnél, kérlek megkérni, hogy beszélj egy kicsit a forma üresség és az üresség formáról. Ezt legjobban a formális étkezés közepette lehet elsajátítani, amikor beülsz,
akkor középen van a forma, és a periférián a sok-sok üresség. Mire vége a formális étkezésnek, középen van az üresség, és a periférián a sok-sok boldog forma. Köszönöm. Szívesen. Kicsikét zenbuddhistábra fordítva a szót, belemegyünk a teljesen unalmas szútra részletekbe, ahol minden név és forma, tehát náma, rúpa mulandóságára, feltételez kötöttségére és eredeti tulajdonságok nélküliségére, azaz tökéletlenségére vetül fény. Tehát valahonnan jönnek ezek, és formává válnak, aztán megint eltűnnek, és ezek a tulajdonságok, a jelenlét, ez úgy tűnik, hogy megszűnik, de nem szűnik meg. A nem tudomból jön a tudható, az érzékelhető, a tapasztalható, és amikor megszűnnek a létének a feltételei, akkor eltávozik valahova, amit szintén nem tudunk. És e kettő között van, amit létrehozunk? Adósságot. Ugyanis a létszomj az a korábbi adósság terméke. Vissza akarok jönni, és folytatom. Nem volt elég. Még szeretnék fizetni. Az ember ezt úgy szokta, hogy még akarok tapasztalni, még kell a látás, tehát szemet fogok egy kicsikét használni. Kell a hallás, és akkor használom a fülemet. Kell a tapintás, használom a bőrömet. És ezért kell egy emberi test. Valójában nem a nagy újdonságok hajtanak minket, mert nem tudjuk, hogy azok micsodák, hanem a korábbi tapasztalatoknak a polaritása, hogy ezt akarom, ezt újra akarom, vagy ezt újra nagyon nem akarom. Elgondoltátok, hogy mi az az elképesztő erő, amely úgy vállaltatja velünk az életet, hogy közben tudjuk, hogy meg fogunk halni, és nem tudjuk, hogy meddig tart. Abban a pillanatban, hogy kibújtál azon a bizonyos csatornán, már megváltottad a jegyet a révésznél. Csak nem tudod, mikor indul. Csak kettő közt elérsz valamit? Igen, elérsz. Elvesztesz valamit? Igen, elvesztesz. Megváltozol? Igen, megváltozol. Tudatosodhatsz? Elveszíthetsz a tudatosodásból? Igen, lehet. Pro-kontra, mindegyik lehetséges. Azt ne hidd, hogy a semmiből jössz, és a semmibe mész. Hogy ez valamikor meg fog szűnni. Olyan állapotváltásaink vannak, amelyek teljes tudatvesztést hoznak, amiből újra föl kell állni, a születés egy ilyen. Most gondolkodsz, amikor megszülettél, akkor csak üvöltöttél. Meg pisiltél, kakiltál, anyatejet vételeztél, és a kogníció az később indult be. Az emóció is. Kicsit hamarabb, mint a gondolkodás, az érzelmek azok is később indulnak be. Eleinte a kőkemény túlélő reflexek vannak, egy kiszolgáltatott, elképesztően alárendelt helyzetből, amiből csak a szeretet emel ki, és a gondoskodás ad távlatot. És évekig így vagyunk. És úgy, hogy nem emlékszünk semmire. Majd utána, ahogy az érzékelés aktiválja a tudattalant, úgy egy pár dologra rálátunk. De messze nem annyira, ami korábban történt, ez is a beépített biztonsági tartalék, hogy csak annyira emlékezz, amennyit elbírsz. Úgyhogy nem tudjuk, mikor kezdődött ez a körforgás. Ha valaki tudja, nyugodtan kopogtasd meg az elméletet, és akkor egyszer csak a valóság harkája a vizsgálat csőrével talál egy kongó foltot, ahol a valóság helyett csak gondolat van, ahol úgy hisszük, de nem tudjuk, mert nem tapasztaltuk soha. Ugyanígy a jövő. Nem tudod, meddig tart. Beszélnék egy kicsit a projektgazdákkal, hogy ezt most hogy gondolták. Tehát pár tízezer éve biztos toljuk. Hogy, minek, merre. És eddig a azt mondom, hihetőbb válasz a magunk számára legalábbis, hogy nincs eldöntve. Hatalmas lehetőségeink és hatalmas kötöttségeink vannak egyszerre. Óriási lehetőség a születés, elképesztően kemények a lét törvényei, és nagyon tisztán kell látni ahhoz, hogy megtaláld az utadat.
De semmi nincs eldöntve. Hozol magaddal egy rakás felhalmozott karmát. Látásod függvényében döntesz te, nem látásod mértékében döntenek a korábbi szokásaid és mintázataid. De nincs semmi eldöntve előre, ezt fogjuk fel. Talán azért ennyire bizonytalan a projekt, hogy ne legyen fix eredete és fix kimenetele. Hogy végre az emberiség rájöjjön arra a beépített autonómiára, amit úgy hívunk, hogy Buddha természet, vagy a megvilágosodás lehetősége, és egyszer, csak egyszer éljen vele. Hogy lássuk be, hogy nem kötelező szenvedni és szenvedtetni. Lehet ezt másképp is. Jó? Többször beszéltél már a gyerek-szülő kapcsolatáról, hogy a gyerek számára mennyire fontos az első néhány éves periódus. Mit tehetek én abban az ügyben, hogy nem voltam jelen a lányom életében, sőt, jelenleg is kevésbé, hogy az elszenvedett sebeket, vagy ezeket a traumákat hogyan segíthetek én számára feldolgozni a későbbiekben, hogy... Három nagyon fontos fogalmat jegyezd meg, és soha ne engedd, hogy ezek eltávozzanak egymás közeléből. Jelenlét, figyelem, szeretet vagy segítség. Ha nem vagy jelen, nem tudsz figyelni. Ha nem figyelsz, nem tudsz segíteni vagy szeretni. Sosem késő ezt bepótolni, és nem szeretett koldusként, hanem egy nagyon világos, őszinte, apai jelenlétként, hogy kedves lányom, eddig nem voltam kellőképp jelen az életedben, ezért mélységesen bocsánatodat kérem, és most már többet jelen vagyok. Köszönöm. És ez a kezdet után a fájdalmasabb dolgok fognak történni, mert le is fogja tesztelni a lányot, hogy ezt te mennyire gondolod komolyan, és beindulnak azok a játszmák, amikkel ő a korábbi sérelmekért, távollétért bosszút fog állni. És ekkor kell olyan szeretetet tanúsítani, amely így a feltétel nélküliség felé van így nagyjából 100%-ig eltolva. De emellett olyan bölcsességet, amiért a lányod tisztelhet téged. És az egyetlen egy mondat, ami nem szolgálvá tesz, hanem útonjáróvá, és megfelelően tanít, hogy miben segíthetek. És amiben segíthetsz, és lesz, abban segíts. Amiben nem tudsz segíteni, ott ne is próbáld meg. Ott, ahol nem fogadja el, ott ne erőltesd. Ott, ahol látod, hogy szenved, próbálj meg segíteni. Nincs olyan karma, amit ne lehetne kijavítani. De minden ragaszkodás kőkemény énesülésbe megy át, és ezt valahol fel kell oldani. Ehhez háromféle folyadékot tudsz használni. Vért, verítéket és könnyeket. Mind a három jelen lesz, hogy a vér az lehető legkevésbé, hogyha megóvható, és lesz valamennyi könny, és lesz nagyon sok veríték. Nagyon sokat kell érte dolgozni. Kiderül, hogy a szeretet kapcsolat a Földön a legsérülékenyebb és a legértékesebb egyszerre. A legillékonyabb és a legdrágább egyszerre. Mintha aranyból lenne a levegő. És az az érdekes, hogy az éntelenedés nyomán a saját egókérgünk feloldása árán tudunk igazán kapcsolódni egymáshoz. Igazán szeretetet adni és kapni. És ezért van óriási jelentőség a nem kettősség alapú tanoknak, az egyévválás útjának, vagy ennek a pontnak, ahol minden énség feloldódik, minden téves nézet kialszik, és megjelenik a szeretet lehetősége, az együttérzés, a bölcsesség lehetősége. És ekkor már csak élni kell vele. És elég kitartóan, hogy senkinek a karmája ne ronthass el, még a szeretet személy karmája sem. Oké? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A feltétel nélküli szeretetet nem lehet kihasználni? De. Ha nincs felvértezve bölcsességgel, akkor az együttérzés sebezhetővé tesz. Kihasználható. A kérdés az, hogy mennyire mered ezt megengedni.
óriási tanítás, amikor valaki egy feltétel nélküli szeretetbe beletipor, és te nem mazoista módon, de ott állsz, és visszakérdezed, ezt így kellett? Ezt csak így tudtad? Adok még, de egyszer elfogy. Én is emberből vagyok. Ha kell, még adok. Így bánsz vele? És ilyenkor szembesíted. Tehát a feltétel nélküli szeretet nem következmény nélküli. Annak a hiánya sem következmény nélküli. De hogyha... Most gondolkodsz. Feltételt szabsz neki, tehát hogy akkor már nem feltétel nélküli. Igen, nem és az baj. És az baj. Tehát bajnokságot nyitunk a feltétel nélküli szeretet és naivitás résztávján? Nem. Nézd meg, hogy mikor kötött feltételhez, és mikor feltétel nélküli. Egy gyereknevelés múlhat ezen, hogy tudod, hogy mikor feltételhez kötött az egyetértésem, az elfogadásom, a szeretetem, és mikor feltétel nélküli. És általában az anya érzi jobban a feltétel nélkülit, és az apának kéne jobban tudni és gyakorolni a feltételhez kötöttet, és a kettő együtt adja ki azt az egészet, ami a gyereknek kell. Ezek nem hermetikusan lezárt határok, tehát az anyuka is tudja, hogy itt vannak feltételek, és az apának is lett akkora szíve, mint a Csomolungma, alias Mont Everest. De mind a kettőt tudni kell. Köszönöm. Szívesen. Nekem vannak ilyen sebeim. Hogyan lehet ezt gyógyítani? Vedd el az ént, megszűnnek a sebek. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A döbbent csendben azért elmondom, hogy a nyugat rendkívül jó a diagnózisban, a terápiában, és az énsebeknek a bezárásában és kinyitásában. Amíg a mély azonosulást nem szüntetjük meg a traumáinkkal, addig azt újra termeljük. Akár az önsajnálat, vagy a puszta figyelemigény, vagy a szeretetigény különböző fűszereivel. Mindaddig, amíg az illúzió tannal, a teremtettséggel, az ürességgel nem vagyunk tisztában, addig újra fogjuk termelni a saját hamis azonosulásainkból a traumáinkat. Mert ezáltal érezzük azt, hogy létezünk. És mások számára egy segélykérő, szeretetigényes, érzeleméhes, olyasféle énséget produkálunk, amely mindenképpen figyelmet követel. Tehát úgy válsz teremtővé, hogy nem ragaszkodsz a teremtethez. Úgy válsz segítővé, hogy nem ragaszkodsz a problémához. Úgy válsz tisztává, hogy nem ragaszkodsz az énképeidhez. Úgy válsz a valósággal egyé, hogy nem azonosulsz az illúzióiddal. Tehát a kelet az nem diagnosztizált és nem kezelt, úgy, ahogy a nyugat. Mert más volt az én kép, nem Isten képére és hasonlatosságára teremtett ego sum, via veritas et vita, hanem egy feltételhez kötött, mulandó, létezésében elismert, de karmájában változtatható lény. És éppen ezért egy dolgot tanítottak, ezt. Tehát haladd meg a dualitásokat, szüntesd meg az azonosulást, szabadulj meg az illúzióktól, és mihelyt ettől a hamis önképtől, amit te abszolútnak gondoltál, megszabadulsz, az összes ahhoz köthető traumától is megszabadulsz. Mostani tapasztalataim birtokában azt mondom, hogy mind a kettőre szükség van. És emberfüggő, hogy melyikre van szükség előbb és tovább. Van, akinek két szó elég, és már jöhet is a meditációs terembe, van, aki egy egész könyvtárat kiolvas, és még akkor sincs itt. Hát hogy tudod elvágni a ragaszkodásokat a hamis tudathoz, a hamis önképekhez? Hogy tudsz az úton járni úgy, hogy felébredsz, megszabadulsz, és segítesz másoknak is ugyanezt tenni? Mennyi gondolkodás, mennyi levezetés, mennyi diagnózis és terápia kell ehhez?
vagy mennyi tapasztalás, hogy mindaz, amit te belül látsz, vagy kívül látsz, az jön, marad, és megy. Meddig marad, amíg tartod. És ha nem tartod, elmegy. Egyéb kérdés? Jön az intenzív hét, és egy picivel többet fogunk ülni. A kérdésem az lenne, hogy nekem is vannak azért problémáim a láb izmaival, vagy ínaival, nem tudom mivel kapcsolatban, és úgy látom, hogy másnak is van ezzel problémája. Van-e olyasféle gyakorlat, tudsz-e valami olyasmit, amivel ez megszüntethet? Igen, fűrész. Fűrész, te! Egy kicsi fájdalom, de régebben bőrszíbe haraptak a hajón, meg pálinka volt, érted, amikor az ágyugolyó letépte, de tehát amíg test van, addig van testérzet, és néha fájdalom is, nekem is fáj, de a fájdalom az a szervezet láncos házőrző kutyája. Észrevetted hogy ugyanazon a felületen érezzük a fájdalmat, mint az örömet. Ez a felület nem különböző, nincs két test, egy fájdalomtest, meg egy örömtest. Mentálisan van, fizikailag nincs. De valójában mentálisan sincs, csak nagyon-nagyon szeretnénk, hogy a fájdalom az ne legyen, és az öröm az meg legyen. Drága barátaim, ha van fájdalom, van öröm is, ha van öröm, van fájdalom is. Ezt ugye tudja mindenki, mert egy felnőtt fejjel üldögél itt. Tehát igen. Ittál leleget? Nem azt, amire most gondolsz, hanem vizet. Tehát hidratáld magad. Másik, mozogtál eleget? Most megint nem az, amire gondolsz. Séta. Érted? Másik, nyújtottál eleget? Na ez már közelít. Kicsi joga, kicsi gimnasztika, ez az amaz. Ez a három kell. Ivás, nyújtás, mozgás. És akkor kevesebbet fájsz. De fájni valamennyire fog? Azt nehogy azt hisz, hogy el tudjuk kerülni. Megint a karmához való viszony, az nem mindegy. Inkább az lett volna a kérdés, a csökkentése. Tehát ez biztos, hogy fájni fog. Tehát... Csökkenteni valameddig lehet, elmondtam hogyan, és tessék jót aludni abban a 3,5 órában, amennyi van. Rendben, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Nekem az lenne a kérdésem, hogy hogyan lehet helyes irányvételt venni. Eddig merre mentél? Nem vagyok benne biztos, hogy jó úton. Miből gondolod, hogy nem jársz jó úton? Nem mindig van megérkezés érzésem. A megérkezés érzése az, amely szerinted a jó út fémjelzője? Eddig azt gondoltam, de lehet, hogy ez nem így. Akkor egy MÁV alkalmazott státusza kellene? Azok naponta többször megérkeznek. Tehát most gondold el, lemész egy vonattal Budapestről mondjuk Nyíregyházára, a személyvonatot javaslom, minden bokornál megáll, de lehet Zalaegerszegig is, vagy akár Mosonmagyaróvárra, és amikor ez megvalósul, akkor a megérkezettség nem fog téged a helyes út érzetével eltölteni, csak az, hogy tadam, 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 és megállt. Kis azbesszag, ugye a fékek. Úgyhogy a beérkezettség az nem az út fémjelzője. Az irány, hogy merre haladsz, az igen, és hogy mi mellett haladsz el, sőt, és itt nagyon figyelj, hogy kik azok, akik veled mennek az úton. Tehát én emlékszem, Siheder koromban nagyon sok állás, foglalkozás, pénzkereseti lehetőség, úgy távolról szimpatikus volt, tehát megnéztem, hogy kikkel kéne együtt dolgozni, és azt mondtam, hogy köszönöm, nem. Tehát nézd meg, hogy kikkel haladsz együtt az úton, és akkor, hogy szeretnék én egy kicsikét is hasonlóvá válni ezekhez az emberekhez? Mert hogyha évekig ezt csinálom, és ők is, akkor bizony egy picit egymáshoz hasonlóvá válunk. Szeretném én ezt? És akkor kicsikét. Tehát, ha megérkezel az adott célba
mi történik. Kivé válsz? Mit érsz el? Az ember elképesztően megjósolható lény. Szenvedéskerülő és boldogságkereső, de ehhez nincs meg az iránytű. Nincs meg a használati utasítás, nincs meg az állomásonkénti leírás, hogy te hol állsz meg, és hány percet leszel ott. Az élet nem egy kötött pályás közlekedés. A törvényei kötöttek, a haladás iránya választható. Tehát, ha te úgy érzed, hogy egyre több szenvedést tapasztalsz, úgyis, mint adott, úgyis, mint kapott, akkor valami nincs rendben. Valami nincs rendben, mert az ember természetes törekvés, hogy ettől szabaduljon meg. És kiderül, hogy ha te segítesz másokat megszabadítani a szenvedésétől, már a magadén is csökkentettél. És hogyha a magadén csökkentesz, ezzel már kezdesz mások szenvedésén is csökkenteni. Tehát nézd meg azt, hogy hol követsz el több hibát, hol követsz el kevesebb hibát. Milyen tudatállapot stabilabb, igazabb, tisztább, és milyen tudatállapot az, amelyben nem bízhatsz meg, mert nem stabil, nem tiszta, nem beszámítható. Tehát most ugye látod, hogy nem zenbuddhistát akarok belőled faragni. Ugye látod? És ez azért van, mert a helyes irány és a helyes erőkifejtés, a Tao, azaz út, útirány, a Té, azaz energia, az erőkifejtés, az nem köthető valláshoz. Nem köthető ruházmányhoz, nem köthető szervezethez, de valahol megmutatkozik tanító, tanítás és tanítványi közösség hármasában. Valahol ezt megleled. És hogyha az irány helyes, akkor egyre felébredettebben és egyre kevesebb szenvedéssel sikerül haladni. Onnan veszed észre, hogy kevesebb van, hogy elbírod másokét. Hogyha mások szenvedését 0%-ban bírod el, akkor még mindig a sajátoddal vagy elfoglalva. Hogyha már bírod másokat, akkor te már kiürültél annyira, hogy egy kicsikét együttérzőbb tudsz lenni. Tudsz foglalkozni másokkal, meg tudsz hallgatni másokat. És tudsz tükrözni másokat. De hogyha a tükröd még mindig a saját karmádnak a torszképeivel van elfoglalva, és a horrorfilmet kell nézni minden este reggel, akkor még biztos, hogy nagyon-nagyon sok a feladat. Sok utat kell még, hosszú utat kell még megtenni. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Egyéb kérdés? Hónapra volt szükségem ahhoz, hogy belássam azt, hogy tényleg az üresség, tehát az, amit keresünk. Hogy miért van elhárító mechanizmus? Jó, köszönöm. Na, mit nem hallottál? Ne ellenőrizd a tudatot. Elérted, nem érted, nem fontos, törekedj tovább. A karma olyan, Kyonghosszunin mondta, fönt legbaloldalibb, ott nagy szakálla, mongol kán kinézett, és volt is olyan kemény. A karma olyan, mint a malária, mint a váltóláz, mindig másnapon támad. Te elérted az ürességet, következő pillanat úgy hókonjon valami hülyeség, hogy ez borzalom. Megkérdezték, Szunyim, hogy lehet elrontani egy meditációt? És arra azt találtam mondani, hogy úgy, ha minősíted. Elkezded minősíteni, hú, ez milyen jó volt, te, hát a mantrám az, mint a tüzes sárkány, és így ment előre, és én lovagoltam a mantrám hátán. És az üresség kék levegő egében röpültünk, a dharma óceánja fölött, és akkor tudod, na, akkor köszönjük szépen, itt nagyon-nagyon nagy baj van. És a másik az, hogy hát olyan borzalmatos meditációm volt, mert az én mantrám, mint a sárkány, megevett engem, és nem engedte, hogy lovagoljak rajta, és leestem az óceán mélyére, és stb. Tehát mihelyt elkezded minősíteni a meditációt, vége van. Beleestél egy olyan duális csapdába, hogy jó vagy rossz. Tehát az a szentséges üresség mihelyt képzetté válik benned, hogy ez, az, kész vége.
maradjunk meg annál a kék égnél. A zöld fűnél és ennél a nagyon barátságos barna padlónál, onnan tudod, hogy tiszta a tudatod, hogy nem gyártasz le különböző képanyagot rá. Tehát amikor ezekből a görcsökből, szálakból, deszkákból egy ilyen képregény, mint a feszti körkép így összeáll, és különböző ilyen arcok, állatok, tájképek, egyebek jönnek ki, na akkor az elméd olyat projektált, hogy te utcaseprő legyen, amelyik azt össze tudja szedni. Tehát az valami borzalom. Intenzív héten résztvevő, kedves, süldő és idült zengyakorlók egyaránt, készüljetek föl a virágos kert és dzsungel elegyére, miközben állítólag csak a padlót nézitek. Tehát olyan képzett gazdagság lesz itt, hogy nagyon. Elmondok egy édeset. Volt régen 24 órás zengyakorlat, évente egyszer, mert már akkor se vitték túlzásba, de évente egyszer volt, és ez nagyon jó, reggel 10-től este 10-ig, aztán megint este 10-től reggel 10-ig, rövid szünettel, éneklés az nagyon-nagyon kevés, és 30 percek, de ez a 10x30 perc, aztán kis szünet, aztán megint 10, elképesztő volt, és ahogy azt a pilóta tréningben is megállapították, a hajnali 2 és 4 óra, vagy 1 és 3 óra között attól függ, hogy téli vagy nyári az időszámítás, az a brutál állat időszak, amikor akármit csinálsz, buksz. Tehát mondjuk a hajnali 1 és 3 között az olyan, hogy hihetetlen, hogy mivel nem tudsz álmodni, és testben vagy, ezért minden ott van előtted a padlón. És emlékszem, hogy egy olyan helységben meditáltunk, ahol ilyen vörös-fekete linoleum volt, hogyha emlékeztek, hosszú, nagy tekercsek, így kitekerik, és ilyen foltos, szálas, ilyen absztrakt vörös-fekete volt, úgyhogy zöld-fehér, volt egy sárga, vagy egyéb. Ez a vörös-fekete változat volt. És én ülök hősiesen, a Dharma fiatal katonája, és így üldögélek, és elhatároztam, hogy én ébren maradok. És tartom a homlok csakrámat, érted, mint kőkeményen, mint ököllel, érted, így összpontosítok, szemet nem engedem egy bizonyos pontnál lejjebb, és akkor elkövettem azt a hibát, hogy egy pontot néztem a padlón. És abból a pontból kinőtt egy rózsa. De úgy, hogy lassított felvétellel, mint egy Attenborough filmben, így jön fölfelé a kis zöld szál az oldal levelekkel, kicsi tüskékkel, hajtásokkal, egy kis bimbó, ami nem nyílt ki, aztán jön tovább, és így kijön, és ez a hatalmas, hogy rózsa így nyílik ki, de olyan élethűen, mint pontosan ez az óra itt előttem, vagy ez a mikrofon, ugyanazzal a plasztikus 3D-s érzettel, mint te, illetve tik, itt, itten. És egyszer csak, amikor ez így kinyílik előttem, akkor így belül az elmegy rászól, hogy hú. És abban a pillanatban fölébredtem, hogy végigaludtam az egészet. És álmodtam, és az álom leképezte a szobát. Az álom leképezte a padlót. És hirtelen így kattam, mint a Matrixban, és másodszor is átmegy a fekete macska előtted, és azon nyomban látod, hogy na, az eddigi padló az illúzió volt, és a mostani padló, és így oké, ezt legalább érzem. Érted? És ez a csípjetek meg, tudod? Úgyhogy a meditációt azért nem minősítjük, mert levon az éberség intenzitásába. Tehát ez a plazmaszerű, izzó, világos éberség, ami a térben el van osztva, ez pótolhatatlan, és utánozhatatlan, és felcserélhetetlen. De mihelyt valami illúzióra fölcseréled, akár a meditációval kapcsolatban, neked milyen jól megy, vagy milyen rosszul megy, kuka. Azon nyomban álomvilág, mint Tropower Hümér a sivatagban. Kész, vége van. Jó? Köszönöm. Szívesen. Itt. Ehhez csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy itt lássuk be, ebben a padlóban tényleg van egy-két olyan arc, amit meg lehet mutatni, hogy oda van ez a zomba. Most komolyan. A fotóművésztől inkább elhinném, de a színésztől is elhiszem. De tényleg, hát én látom, és ez a valóság, hát itt a padló. De. Ismered a
ketteskével a viccet, tudod? Elmondom, mert látom, nincs meg. Lipótmezőn, amikor még ott volt kezelés, az ápoltak, már mint a könnyebb esetek, ott a gyönyörű nagy fák alatt is lehettek. És ott sétálgattak a kis pizsiben, a vizita az ott ment körbe-körbe, és mindenkit írtak, és ott odaérnek ketteskéhez, és megkérdezik, hogy ketteske, hogy vagyunk a mai napon? Hát, professzor úr, én tökéletesen érzem magam, nem tudom, önök hogy vannak? És Fifike? Fifike hogy van? Na de professzor úr, ez nem Fifike, ez egy kartondoboz, aminek a spárgája nem tudom, hogy miért van a kezemben, mert hogy tegnap is itt volt, erre már nem emlékszem, de ez egy kartondoboz. Összenéznek a fehér köpenyesek, és azt mondják, jó, ketteske mehet. Ketteske megkapja a civil ruháját, kimegy a kapun, elviszi azért kabalából a kis kartondobozt, biztonságos távolságra ér Lipóttól, ledobja a kartondobozt a föld, és elkezd rángatni a spárgát, hogy Fifi, ugye milyen jól becsaptuk a főnököt, Fifi, na gyere, megyünk haza, Fifi, szia! Tehát ezért kell vigyázni az, hogy mi van a padlón. Jó? Tehát a padló az padló. Kész. Gyárilag. Aztán, hogy te mit gyártasz rá, én javaslom, hogy semmi mást, csak ezt a takarító mozdulatot naponta egyszer. Szárazon. De mindazt, amit az elme rávetítene, azt úgy vett ki belőle, hogy még azt is elfelejtett, hogy padló. Nem, hogy azt is tudod, hogy mi van rajta, 3D-s vagy 4D-s változatban, semmi ilyesmi. Tehát ne hidd el. Ha elhiszed, véged van. Mint tudod, Alibaba és a 40 rabló. Ez egy nagyon nagy dolog. Hogy Aladdin és a csodalámpa, az is egy jó szufi mese. Értem. Nagyon jó. Utolsó két kérdés. Én egy kicsit visszakanyarodnék a halál témájához. Amikor édesanyám meghalt, akkor a kicsi lányom még nem volt egészen 2 éves, és ő attól a perctől folyamatosan heteken keresztül azt mesélte, hogy bejárt hozzánk a Mikulás, éjszaka ott volt anyával, veszekedtek, és látszott az arcán, hogy ő nem valami konkrétumról beszél, hanem mintha nem lenne itt. Mert egyébként, amikor rákérdeztem, hogy de hát tudod, milyen a Mikulás, mert hát járt hozzánk, akkor teljesen más lett a kedve, és folyamatosan tért vissza erre a Mikulás témára, hogy ott volt anyával a Mikulás, és vitáztak, és ő látta a Mikulást, és mit láthatott ő esetleg akkor? Na, vagy? Ez egy teljesen más élettér, amit eddig hallottál, azt nyugodtan felejtsd el, vagy ragd más helyre. Kicsit pörgessük vissza. Édesanyád hány éves volt? 62. Amikor ő elment, akkor a kislányod hány éves volt? Majdnem 2. Tudod beszélni, kommunikálni, minden? Valamennyire tudod beszélni, okay. Igen. Akkor most pörgessük vissza, hogy az első ilyen meglátása édesanyád halála után mi volt? Hogy nálunk van a Mikulás. Oké. Okay. Mennyivel a temetés után, vagy a halál után? Másnap. Igen. Jó. Igen. A Mikulás leírta, hogy nézett ki? Nem, ezt így nem tudta megfogalmazni. Honnan tudta, hogy a Mikulás? Nem tudta, így tudta kifejezni. Így tudta kifejezni. Igen. Biztos, hogy nem piros ruha és fehér pomponos sapó. Igen. Szinte biztos. Mi köze volt a Mikulásnak anyához, vagyis a nagyanyjához? Nem mondta? Nem. Jó. Na most tudja annyit, hogy a gyerekek születésüktől fogva kb. 7 éves korukig, hogyha nagyon nyitott csakra rendszerrel és tiszta tudattal születnek le, látnak. Olyat látnak, amit a felnőttek már rég nem látnak, és el is felejtik. És könnyen lehet, mert nagyon sok ilyen esettel találkoztam, hogy a gyerek a családtag halála után látja azt a lelket, amelyik még mindig ott mókolna jobbra-balra a konyhában, vagy a műhelyben, és látja a vele lévő vezetőt is. Azt a lelket, amelyiknek meg kéne fogni az eltávozott, már nem létező kezét, és vinni fölfelé. És innen volt a vita. Tessék szíves már elszakadni a földi léttől. Miért? Mert meghaltál, drágám.
Nincs több tested, és amíg nem születsz meg újra, nem is lesz. Tehát te ne pazarold itt az időt, és ne menjél be mások álmaiba, és ne akarj másokra hatást gyakorolni, mert vagy nem veszik észre, vagy rosszul fogják föl, vagy hátborzongatóan fognak félni. Menjél szépen. Úgyhogy ez a legvalószínűbb, és ez körülbelül olyan 100 napig a halál után lehetséges. A legtöbb 49 nap után elmegy, de a 100 az egy nagyon komoly határ, és minden ilyen típusú gyászfolyamatnak egy év alatt vége kell, hogy legyen. Na most itt azért a legnagyobb megértéssel kell fogadni, mert a gyerek nem buta, a gyerek nem képzelődik, hanem olyat érzékel, amit a felnőtt nem. És ilyenkor a legnagyobb szeretettel és együttérzéssel el kell fogadni, hogy ő ezt látja, és vissza kell hozni a kis lelkét ebbe a pillanatba, a saját testébe, a saját szemével láttatod, hogy mi van előtte, a saját fülével hallatod épp azt a fizikai rezdülést, ami van, és mondd, hogy most abból a világból gyere ide vissza. Onnan beköszöntek hozzád, de te ne kövesd őket, őnekik nincs testük, neked van, te használd, ami van. Miért? 7 éves kor alatt nincs haláltudat. 8 éves kor körül van a gyerekben az, hogy úristen, elvesztettük nagypapát, és akkor már fáj. De addig nincs meg a haláltudat, miért? Túl közel van a születés. Nem szilárdult meg még a testhez kötöttség élménye annyira, hogy a halál egy ilyen hatalmas nagy elválasztódás legyen. Nem érti, nem fogja föl, csak az, hogy nem jön vissza többet. Sírdogál, de nem azért, mert a halálról érez vagy tud valamit, hanem azért, mert nem jön be a konyhába, nincs ott többet. Veszteségtudat van, haláltudat nincs. Oké? Tehát nem lehet vele megértetni azt, hogy meghalt. Nem tudja értelmezni. Tehát azt kell mondani, amit éppen tapasztal, hogy ő már nem jön többet. Nyugodtan lehet mondani, kilépett a testéből, és nem jön ide vissza. Mert már nem tudja használni, és elment. Úgyhogy a legdurvább, amikor ez még intenzívebb és befelé, hogy a gyerek emlékszik előző életeire. Van ilyen is. És a legszörnyűbb, amikor spirituálisan nem kiművelt, vagy nem nyitott tudatú szülőknek azt mondja, hogy ti nem vagytok az én szüleim, nekem más szüleim vannak. Nem ez az igazi otthonom és a házam, nekem máshol van az otthonom. Én ide egy más helyről jöttem, és emlékszem arra, hogy honnan jöttem. Én ott vagyok otthon, nekem ők a szüleim. Na ez az, amikor az előző élet identitástudata beköszön a mostaniba valamilyen elintézetlenség miatt, valamilyen átható karma miatt. Ez sem csak úgy megtörténhető dolog, vagy tapasztalható dolog. Volt egy elég híres eset Nagy-Britanniában, el kellett menni az előző otthonba, amire a srác teljesen korrektan emlékezett, benn volt fél órát, valami a helyére került, visszajött, visszamentek a brit birodalom másik szegletébe, és soha többet nem beszélt róla. Úgyhogy ezek az álaja vidzsnán az a tárháztudat megnyilvánulásai úgy, hogy a manaszban, az én csinálóban a fix önkép nem állt össze. Illetve úgy állt össze, hogy benne maradt egy csatorna a korábbi identitás réteghez. Képzeld el úgy, mint a fának a rétegzettségét. És az egyik rétegben van egy átjáró a másikba. Ez az elintézetlen karma. Vagy trauma. Nem tudjuk, hogy mi az, de a két identitás össze tud csúszni. Ha csak egy csatornán, egy pici ponton, akkor ez nem annyira veszélyes. De azért van a születéssel tudatvesztés, hogy elfelejtsük az összes korábbi inkarnációnk identitását. Különben megőrülnék. Érted? Tehát mihelyt ez összeállt, ez az én tudat, az összes korábbi én élmény archetipikus formában elkezd a tudattalamból nyomni föl különböző impulzusokat, déjà vu-ket, késztetéseket, és ezek szükségszerűen a tudatküszöb alatt vannak. És hát különböző módszerekkel, a regressziós terápiától kezdve a különböző egyéb módszerekig, hipnózisig ezeket el lehet érni. De nem ez a cél. Visszatérve a spontán regresszióhoz,
hogyha a gyerekkel esetleg ilyen van, akkor ugyanúgy meg kell erősíteni ebben a testben való létét, ehhez az énhez való ragaszkodását, hogy szilárduljon meg az énje, szilárduljon meg a személyisége. Maradjon a pillanatban ezzel az identitással, és ne zuhanjon vissza a múltba. Felnőttként ezt úgy, ahogy lehet vezérelni, oda is kell gyakorlat, nem kevés, de a gyerek az teljesen tehetetlen, mert nem alakult ki ez az én kép elég erősen. És ekkor vissza tud zuhanni, téves nézetekbe tud menni, és a legrosszabb, amikor a szülők ezt nem értik, vagy intoleránsak, vagy minősítik a gyereket azért, mert ilyen képzett világban van. Ezért nagyon jó, hogyha mesélünk a gyereknek, hát ezek a mesék egyrészt strukturálják a tudatot, gyógyító hatással is vannak, és a gyerek automatikusan és spontán elhelyezi magát a mesevilágban, és ezzel tudatosan gyakorolja a képzett alkotást. Jó? És hogyha ilyesmi fordul elő, akkor nyugodtan vedd tudomásul, érdemes le is írni a lényegét. És hogyha ez többszörösen előfordul, akkor emlékeztetni a gyereket, hogy rendben van, hogy ezt láttad, miután megnézted, nyugodtan hagyd ott, és térj vissza, hogy a padló barna, az ég kék, ez a ruha piros, ez meg szürke. És a közvetlen érzékeléshez, teendőhöz visszahozni, nagyon gyöngéden és rengeteg szeretettel. És nem tagadni, hogy az nincs, vagy te ezt rosszul csináltad, rosszul láttad, és a többi. Csak hogy ebben a világban legyen otthon, még ráír a transzcendenssel foglalkozni később. Jó? Köszönöm. Nagyon szívesen. Utolsó kérdés. Azt szeretném kérdezni, hogy a belső látásnál mi az, ami elénk vetíti a képet? Honnan jött a kérdésed? Onnan. Akkor gondolom nem kell megmondanom. Miért szeretnéd tudni? Mert nem tudom, hogy mi az, ami képzelet, meg mi az, ami attól több, vagy más. Inkább, ami kevesebb. Vagy kevesebb. A 10 000 dharma visszatér az egybe. De ha csak érted az egyet, elveszítesz mindent. Ha megtapasztalod az egyet, akkor mindennek a forrása a tiéd. Ez az a forrás, ami nem fogható szóba. De a tapasztalat útja kijelölhető. Onnan tudod, hogy helyes úton jársz, hogy ahonnan jön, oda megy vissza. Ezért mondta a legnagyobb nyugati megvilágosodott bodhiszattvánk, hogy igazi önvalónk az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ezek a szavak mindaddig nem jelentenek sokat, amíg nem tapasztalod mindezt. Ezért gyakorlunk. Ezért nagyon nagyszerű, hogy itt vagytok, itt vagyunk mindannyian, akik gyakorolni szeretnénk azt, hogy honnan kezdődik mindez, és hol végződik mindez. És ahonnan jön, és ahová megy, az pontosan ugyanaz a pont, nem hely, nem idő, nem entitás. Nem tudjuk, hogy mi az. De ezt a nem tudhatót, ha tapasztaljuk, akkor a tiszta tér és a tiszta tükör nem távozik el tőlünk, mint tapasztalás. Ezt kívánom mindenkinek. Ezért nagyszerű, hogy haladunk az úton, és segítjük egymást ebben. Köszönöm a figyelmet.